Ammóniát szeretnék kimutatni emberi vizeletből. Az emberi vizelet összetevői között az előregedett aminosavak bomlás termékeként karbamid, az előregedett nukleotidok bomlás termékeként húgysav található, és ebből a karbamid tartalmú vizeletből szeretnénk ammóniát kimutatni. A kincsőbe emberi vizeletet fogok tölteni, és ahhoz, hogy felszabaduljon belőle az ammónia, ahhoz nátriumkarbonátot, szódát kell a rendszerbe tenni. Ez a szóda egy oldatát tekintve erősen lúgos kémhatású oldatot képező anyag, vegyület, egy só, és ezt a szódát kell belehelyeznem a vizeletbe. Nyilván segít ugye az ammóniának a feltárásába a szóda, összerázom, és az ammónia kimutatására egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon egyszerű módszert fogok használni, ugyanis az ammónia gőzök tömény sósavval reakcióba lépnek, és ha tömény sósavval reakcióba lépnek, akkor egy fehér színű füst fog képződni, ez az ammónium klorid. Az üvegbotot igyekszem meg nedvesíteni sósavval, folyik már ebből a kis cseppentős üvegből rá a sósav, és ezt az üvegbotot helyezem bele a kémcsőbe, és most kezd látszódni, hogy ugye a felszabaduló ammónia hatására ugye a sósavgőzök és az ammónia fehér füstöt képeznek. A kiváló képződő fehér füst az egy szilárd anyag, a vizeletből felszabaduló ammónia és a sósavgőzök együtt egy fehér színű szilárd anyagot, ammóniumkloridot adnak. Ennek az ammóniának egyébként szórós szaga van, és a nem megfelelően tisztított vécékben egyébként sajnos érezhető ez az ammónia szag, nem mondom, hogy illat. Úgyhogy a kísérletünkkel, ezzel a nagyon egyszerű kémia kísérlettel a vizeletben lévő ammóniát tudtam kimutatni.